Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a lelkeddel. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Hazapas Attila atyát, Szeged felsőváros és Móraváros plébánosát. Ő sepsiszentgyörgyi származású. Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy elvállaltad ezt a székely búcsút, és a ruháddal is tanúságot teszel az értékeidről, és köszönöm, hiszen én se ismertelek téged, talán ez egy új barátság kezdete, és nagy-nagy örömmel vártunk, és látod, sok helyről ide érkeztek székely testvéreink, hogy ezt a búcsút itt a világ királynőjét kérve veled együtt, ebben a szent áldozásban együtt lehessünk. Sok szeretettel köszöntöm cikóiakat, véméndieket, vaskutiakat, pécsieket, dombováriakat, szekszádiakat, zombaiakat, tolnaiakat, Tevel, Bonyhát, Kisdorog, Palotavozsok, Kismányok, és akit nem soroltam, azt még külön-külön nagy-nagy szívvel köszöntöm. Hálásan köszönöm, hogy ennyi program ellenére fontosnak tartottátok a mai búcsút. Ez talán Kismányoknak lesz az előszobája, hiszen ott is nagy-nagy lelkesedéssel és hálatelt szívvel szoktunk összegyűlni. Kedves székely testvéreim, most időszerű, hogy újra boldogságos szűzanyához forduljunk, és kérjük őt családjainkért, kérjük őt a világ békéért, kérjük őt, hogy megmaradhassunk itt a Kárpát-medencébe kereszténynek és magyarnak. Sok imádság, sok háladás hangzik el itt, de ma legyen a szívünk egy, és kérjük ég édesanyánkat, hogy járjon közben értünk. Ma egy kicsit a szíveteket is hagyjátok itt, és adjátok ide a szűzanyának mindazt, amit hoztatok, és kérjétek őt, hogy fogadja az áldozatot szívesen, minden zarándoklatot nem járunk hiába. Valakiért mindig jövünk, valakinek mindig szól. Hát testvérek, ilyen lélekkel vegyünk részt a szentmisén, majd a körmeneten is, és kérjük ég édesanyánkat. Köszönöm szépen, Prébános úr, üdvözlő szavait. Ismét szeretettel köszöntöm a kedves székely testvéreimet, nyugodtan mondhatom én. Nagyon nagy öröm és megtiszteltetés, hogy én is egy ilyen nagy búcsón itt lehetek. Egy ilyen nagy búcsúra meghívtak engem, hogy közösen a Mária Gyüdi szűzanyánál tegyük le egy kicsit az élet fáradalmait, nehézségeinket, de ugyanakkor erőt is és kegyelmet is gyűjtsünk a szűzanya lábainál, akár a szentmiséből, rózsafűzérből, és természetesen azokból az egyéni imádságainkból, amelyet akár a kegytemplomban elvégzünk. Testvéreim, szentmisénk elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg elkövetett bűneinket, hogy méltó lélekkel ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és neked testvéreim, hogy sokszor és sokat végeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és munasztással. Én védkem, igen nagy védkem, én kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életben, Urunkhoz, Istenünk.
támasza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Mert gyermek született nekünk,
fiú adatot megőrz, az ő lájára kerül az uralom. Így fogják hívni. Csodálatos tanácsadó, erős Isten, örök Atya, békefejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet a jó és az igazság által megerősít és megszilárdít mostantól fogva mindörökké. Ezt teszi a seregek urának féltő szeretete. Ez az Isten igéje. Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt.
üdvözlégy, kegyelemmel teljes. Az Úr veled van, áldottabb vagy te minden asszonynál. Ennek hallatára Mária zavarba jött, s gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta, ne félj Mária, hisz kegyelmet találtál az Istennél. Mert íme gyermeket fogansz méhedbe, és fiút szülsz, és Jézusnak fogod őt nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni, az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját, uralkodni fog Jákob házán mindörökké, s uralmának soha nem lesz vége. Mária ekkor megkérdezte az angyalt, hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta neki, a Szent Lélek szárad, s a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, aki tőled születik. Isten fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod Erzsébet is gyermeket fogan törekségében, sőt már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen. Erre Mária így szólt. Íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem szavaid szerint. Ezután az angyal eltávozott. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Főtisztelendő hadtestvérek, kedves székely testvéreim az Úrban, 1954-et írunk, amikor 12. Pius pápa a Mária év lezárásaképpen a pápai bullával elrendeli a boldogságos Szűz Mária királynőjének az ünnepét. Hogyha ezt a bullát kellene összefoglalni, talán annyit mondhatnánk, hogy a pápa az ősidőktől, illetve az apostoli kortól mutatja be, hogy hogyan tisztelte már az ősegyházban a katolikus világ a boldogságos Szűz Máriát, mint királynőt, és rámutat arra is, hogy nekünk, katolikus keresztény embereknek milyen módon kell a boldogságos Szűz Máriára még inkább föltekinteni. Abban a eléggé zivatalos korszakban, hiszen a II. Világháború után vagyunk, Európának a nagy részében tombol a kommunizmus, kommunizmusból kifolyó terror, a vallásellenesség, nagyon sok lelkipásztort bebörtönöznek, szerzeteseket szétkergetik, azt lehet mondani, ezzel valamiféleképpen a Mária kegyhelyeinket is megfosztva a szerzetesektől, megfosztva talán egy picit attól a lelki dobbanástól, amit a szerzetesek jelentenek. A pápa a világ elé áll, és azt mondja a világnak, a boldogságos Szűz Máriára, mint a mindannyiunknak a királynőjére tekintsetek. És rögtön itt már akkor, amikor ezt a szót halljuk, hogy királynő, akkor nem biztos, hogy helyesen gondoljuk ezt a boldogságos Szűz Máriára. Hiszen a világban ugyan találkoztunk árpádházi szentjeink között is találhatóak szent királynők, akik valóban a szentség útját a maga teljes valóságában, maga teljes magasságában valósították meg. Azonban jócskán lehet negatív példákkal is találkozni, ami a királynőket illeti. Milyen a boldogságos Szűz Mária, mint királynő? Hogyan tudnánk őt jellemezni mindannyian?
boldogságos Szűz Mária, mint királynő, először is alázatos. Éppen a mai evangéliumi részletünkben láthattuk, hallhattuk a boldogságos Szűz Mária, amikor találkozik Gábor angyallal, aki mint hírnök elmondja a boldogságos Szűz Máriának azt az isteni tervet, amit a Jóisten neki szánt. Mondhatná a boldogságos Szűz Mária, hogy hát igen, én vagyok a kiválasztott. Engem tisztelt meg a Jóisten. De ő inkább, sokkal inkább azt a fajta alázatot igyekszik megvalósítani, amely alázat leginkább a Magnifikátban, az ő hálaadásában fejeződik ki mindannyiunk számára. Nem hiába, hogy a papi imádságunknak, az esti dicséretének szinte azt lehet mondani egy záró momentuma, a Magnifikát antifóna elimádkozása, hiszen bennünket, lelkipásztorokat is emlékeztet a Jóisten Mária alázatára. Emlékeztet bennünket arra, hogy mindannyian az Isten művében igyekszünk járni, de hogy ez megvalósuljon, mérhetetlen nagy alázatra van szükség. Gondoljunk Árpádházi Szent Erzsébetre. Gondoljunk az ő alázatára. Gondoljunk arra, hogy Szent Erzsébet milyen módon a nagy királyi címe mellett, vagy azt félretéve, igyekezett valóban megvallani az ő alázatát és a szegényeket szolgálni. Erre az alázatra van szükségünk, és ezt az alázatot kell, kedves testvéreim, megtanuljuk a boldogságos Szűz Máriától, égi királynőtől, hiszen hogyha ez az alázat nincs bennünk, akkor az isteni kegyelem nem tud az életünkben megnyilvánulni. Mert az isteni kegyelmet a gőg fogja elnyomni. Az alázatnak éppen az a lényege, hogy a gőgöt, a nagyképűséget, ami sajnos világunkat egyre inkább jellemzi, az kitakarítja belőle, és előkészíti a helyet, hogy az isteni kegyelem jelen tudjon lenni. Aztán a boldogságos Szűz Mária, mint égi királynőnknél láthatjuk a szolgálatát. Azt a szolgálatot, amelyet Jézus mellett, vagy Jézusért végbe visz. És hát valljuk meg őszintén, kedves testvéreim, hogy ez egy nem egy könnyű szolgálat volt. Hiszen valóban szép volt az Isten fiát ilyen módon szolgálni, de a szolgálat, az igazi szolgálat, az mérhetetlen nagy áldozatot is követel tőle. Nem csak a lemondásban, hanem ahogy mi keresztény emberek szoktuk mondani, a boldogságos Szűz Mária hét fájdalmában, amely nem tette őt boldogtalanná, amely nem tette őt depressziósá sem, mert az ő alázatán keresztül nagyon jól tudta, hogy az a szolgálat, amire igent mondott a Jóistennek, az mérhetetlen nagy áldozattal jár. És hát mindannyian tudjuk az életünkben, hogy az életünk nagy dolgai az igazi áldozatok megvalósulásán keresztül tudnak megvalósulni. Az áldozattal és verejtékünkkel szerzett munkát, vagy amiért megdolgoztunk, tudjuk igazán értékelni. Ezért van az, hogy nagyon sok esetben mai korunkban, amikor látjuk azt, hogy bizonyos dolgokat ugye a világ úgy készen megkap, készen az ölükbe hull, nagyon sok esetben nagyon könnyen elvetik, és nagyon könnyen nem is értékelik sokra. A boldogságos Szűz Mária megtanít bennünket az igazi szolgálatra.
És akkor, amikor nagy szolgálatról beszélünk, nem kell eget rengető dolgokról beszélnünk, hanem az a szolgálat, amelyet nap mint nap családunkban, nap mint nap egymásért, nap mint nap közösségünkért igyekszünk meghozni. 10 évet kollégiumba töltöttem, vagy bent lakásba, ahogy mi székelyek mondjuk, 4-et a Gyulafehérvári kis szemináriumban, 6-ot pedig a szegedi nagy szemináriumban. És ott valamelyik lelki gyakorlat alkalmával, amikor erről a szolgálatról beszéltünk, hogy mit tudunk egymásért tenni, akkor a lelki napot vezető, aki azt mondta, hogy az is nagy szolgálatot jelent, amikor csendesen csukod be a szobádnak az ajtaját, mert lehet, hogy a két szomszédod éppen pihen, vagy tanul, vagy imádkozik, vagy elmélkedik, és azzal, hogy nem csapod be az ajtót, nem zavarod meg őket ebben a szolgálatban. Valamilyen kis dolgokra kell, hogy gondoljunk, kedves testvéreim, akkor, amikor Mária szolgálatát szeretnénk a mi szolgálatunkhoz viszonyítani. Mert azt is nagyon jól tudjuk, hogy a kis dolgokból azok, amikor összerakódnak, születnek a nagy dolgok. Ahogy a boldogságos Szűz Mária életében is ezt megtapasztaljuk, hiszen a megváltás művében ilyen módon segíti Szent Fiát, ilyen módon áll mellette életében, halálában, de ugyanúgy ott van az ő feltámadásában is. És a boldogságos Szűz Mária, mint égi királynőnk, megmutatja mindannyiunk számára az alázat és a szolgálat mellett, amiből szinte következik a harmadik, azt a fajta tevékeny szeretetet, amely tevékeny szeretet egészen biztos, hogy jelen van közösségeinkben, és amely tevékeny szeretet azt jelenti, hogy a másért akarunk tenni, más embertestvérünket szeretnénk abba a jóba részesíteni, amiben mi is szeretnénk részesülni. Mindig, amikor a jegyeseket készítjük föl a házasság szentségére, mindig azt szoktam tőlük kérni, a szeretet az egy, lehet így mondani, veszőparipán nekem ezt járni töviről hegyre végig, és mindig azt szoktam mondani nekük, hogy ne a magatok boldogságát keressétek, hanem a házastársatok boldogságát keressétek. Azt keressétek, hogy a házastársad boldog legyen. És hidd el, hogyha a házastársad boldog, akkor te is boldog leszel. És ugyanígy működik, kedves testvéreim, ez a szeretettel kapcsolatban is. Hogyha mi is ilyen módon törekedjünk a szeretet megvalósulását, amelyet a boldogságos Szűz Máriától, mint királynőntől tudunk megtanulni, akkor mi is előbb-utóbb ezt a szeretetet meg fogjuk tapasztalni. Nézzünk a mai napon, de ne csak a mai napon, hanem akkor, amikor visszamegyünk otthonainkban, akkor, amikor saját templomainkban is feltekintünk, egészen biztos, hogy van egy-két Mária oltár minden közösségnek a templomában, tekintsünk mi is ilyen módon a boldogságos Szűz Máriára. Ott, ahol az én anyai nagyszüleim laktak, felső háromszéken, akkor, amikor elhagyjuk Kézdivásárhelytől, elindulunk Ojtosz fele, nagyon ajánlom azt a vidéket is mindannyiunknak, hiszen nagyon nagy szépséget rejt felső háromszék is magába, egy kis békásszorosunk is található, amit Ojtosz szorosnak hívnak. És akkor, amikor elhagyjuk
kézdivásárhely után nyújtott községet, valóban a falunak a neve azért nyújtott, mert egy nagyon hosszú faluról van szó. És akkor, amikor ezt a községet elhagyjuk, és fölpillantunk, hogy bal oldalon, ott megtekinthetjük a Szent Mihály hegyét. Akkor, amikor talán 2 vagy 3 évvel ott voltam búcsúi szónok, és azon gondolkodtam, hogy hogyan is lehetne ezt a hegyet hívni, akkor én azt a nevet találtam ki neki, hogy a Hűség hegye. Azért neveztem a Hűség hegyének, mert akkor, amikor az egész Erdélyben dúlt a reformáció, és nagyon sokan áttértek a református hitre, akkor felső háromszéknek ez a része nem hódolt be, ha nevezzük így az új hitnek, hanem megmaradt az ősi katolikus hit mellett. És nagyon érdekes, hogy addig, amíg Erdélyszerte nagyon sok vártemplom általában református kézben van, itt a vártemplom természetesen katolikus kézben maradt. Két falu között a vártemplom, közötte, vagy körülötte pedig két falunak a temetője, ahol nagyszüleim is nyugszanak. Akkor, amikor rátekintek erre a Hűség hegyére, valahogy az a hűség jut eszembe, amiről talán, amikor a mai napon feltekintünk a Gyűdi Mária szobrára, ez a hűség tud bennünk erősödni. Hogy ebben a hűségben tudjuk vállalni az alázatot, tudjuk vállalni a szolgálatot, és mindezekkel együtt azt a szeretetet tudjuk megvalósítani, amelyet a boldogságos Szűz Máriától tanulhatunk meg. Kérjük a mai ünnepen a boldogságos Szűz Máriát, égi királynőnket, hogy így segítsen bennünket, és így gazdagítson bennünket az ő kegyelmeivel, hogy valóban ezen értékeket megtartva a Jóisten közösségeinket és egymást tudjuk szolgálni. Amen. Testvéreim, most pedig közösen valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a toporra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen a katolikus Atya Szentet házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test fölvállalását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim a boldogságos Szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket. Urunk, te Szűzanyádat rendelted egyházad anyjává, az ő közbejárására tartsd meg Szent Hídben Ferenc pápánkat, László főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívó népet. Urunk Szűzanyád, a világ királynője, az ő körbejárására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek. Urunk Szűzanyád, a mi nagyasszonyunk és pápkoronánk,
az ő közbenjárására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon. Urunk, Szuzanyád, a mi édes reménységünk az ő közbenjárására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon rá az igazságra a tévelygő, és térjen hozzád a bűnös. Urunk, Szűzanyád, a mennyország ajtaja, az ő közbenjárására engedd el testvérünk és az összes elhunyt testvéreink hátralévő büntetését, és vezesd be őket az örök életre. Könyörögjük a bukovinai székelyek egységéért, hogy a hit és a szeretet és az összetartozás növekedjék bennük, bárhol élnek is a világon. Könyörögjük, hogy ne felejtsék el, és tudják megtartani hagyományaikat és nyelvezetüket. A Tupolba meghalt őseik, akik nem magyar földben nyugszanak, találják meg lelki nyugalmukat. Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan üres kézzel távozzunk. Szűzanyádnak, mennyei édesanyádnak közbenjárására hallgass meg kéréseinket, aki jössz és uralkodol mind örökkön, örökké. Amen. Legyen veletek! Így is van veletek!
méltó és igazságos élő és üdvös, hogy téged szentjeidben csodálatra méltónak valljunk. De kiváltképpen, amikor tiszteljük a boldogságos Szűz Máriát, az ő hálaadó éleke által jóságodért magasztaljunk téged. Te valóban nagy csodákat műveltél szerte az egész földön, és nemzedékről nemzedékre folytatod, amit jó voltodból tettél értünk. Mert alázatos szolgáló leányodat kegyes szemmel nézte, és általattad nekünk fiadat, üdvözítő urunkat, Jézus Krisztus. A te fölségedet, ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újjongással zengjünk. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva.
hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával a boldogságos Szűz Máriával, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbeni járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat, László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot, s egész megváltott népedet. Teljes és kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy kiadjál. Jóságos atyán, mondd magadhoz irgalmasan a világon szétszólódott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozzunk.
szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkba, hogy irgalmakból mindenkor bűn és baj nélkül éljük. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttél. Mert az ország, a hatalom és a dicsőség, mindenki, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egy házat hité. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki ősz és uralkodol, mint örökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek minden. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Thank you.
könyörögjünk. Urunk és Istenünk, magunkhoz vettük mennyei szentségedet. Kérve kérünk, hogy mi a ti tisztelettel megőrült királynőknek, a boldogságos Szűz Mária mennyei királynőjének ünnepét, részesei lehessünk mennyei asztalodnak. Krisztus, a mi Urunk, áll-e Amen.